Brüsszelben ma este 19 óra tájban megkezdődött a kormányközi konferencia, amelyen megnyitják az uniós tárgyalások két fejezetét, a 32-est és a 35-öst. A konferenciát Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter, az unió elnöklője és Alexander Vučić kormányfő nyitotta meg, aki a megnyitó előtt kijelentette, hogy Szerbia mától tudatában van annak, hogy az Európai Unió része lesz. És most rajtunk áll, hogy munkával, szorgalommal meghatározzuk az unióba való belépés idejét. Köszöntöm a stúdióban Kovács Elvirát, a Szerbiai Képviselőház Integrációs Bizottságának elnök helyettesét. Én is köszöntöm a kedves nézőket, jó estét! Kezdjük akkor a 32-es fejezettel. Mit tartalmaz ez a fejezet? A 32-es fejezet valójában a pénzügyi kontrollra, ellenőrzésre vonatkozik, és ezt sokan úgynevezett technikai fejezetnek is nevezik, mert magára a pénzügyek átláthatóságára vonatkozik, tehát az állami támogatásoknak áttekinthetőeknek, transzparenseknek kell lenniük, és elsősorban azért, mert Szerbia már a tavalyi év közepe táján készen állt arra, hogy megnyissa ezt a fejezetet, de sajnos akkor nem volt meg az ehhez szükséges konszenzus a tagállamok körében, és szerencsére mára már eljutottunk oda, hogy a 35-ös, ami egyébként általános kérdésekre vonatkozik, csak Szerbia esetében itt a legégetőbb a koszovói kérdés, mellett megnyílhat a 32-es is. Valóban a miniszterelnök is azt nyilatkozta, hogy a 32-es fejezet az könnyű lesz, és az gyorsan le is zárulhat. Igen, valóban a diplomáciának lesz még sok feladata. Meddig tarthat ez a közeledés? Hát mi valóban a folyamat elejénél tartunk pillanatnyilag. Szinte két évet vártunk arra, hogy megnyíljon legalább egy-két fejezet. A Vajdasági Magyar Szövetség számára és a Vajdasági Magyarság számára rendkívül fontos, hogy minél előbb az igen nehéz, ahogy hallhattuk, 35-ös fejezet mellett megnyitásra kerüljön a 23-as és 24-es fejezet, ugyanis a 23-as fejezet keretein belül, tehát az igazságügy és az alapvető jogok keretein belül vannak a kisebbségi, a nemzeti kisebbségi jogok is, és ez az elkövetkező, én nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, de mondjuk 5-6 év ad időt, lehetőséget arra, hogy kiharcoljuk a nemzeti kisebbségek számára fontos jogokat, ugyanis sajnos a szomszédos országok tapasztalatai azt mutatták, hogy miután egy ország belép az EU-ba, aztán már igen nehéz számon kérni ezeket a számunkra igen fontos kérdéseket, viszont Európában nem mindenki érti, hogy ez miért fontos. Tehát ezért kell nekünk, a magyar kormánynak és más kapcsolatainknak köszönhetően az EU-s dokumentumokba betenni ezeket a dolgokat, és tehát aztán számon kérni. Ezért fontos, hogy a kisebbségi akcióterv szinte kész, hogy a 23-as fejezet akciótervében meghatározásra kerültek pontosan a stratégiai célokat levezetve, konkrét lépések, határidőkkel, és ezért fontos, hogy amikor Johannes Hahn a múlt héten itt volt Belgrádban, azt mondta, hogy hamarosan, tehát a jövő hét első felében, elején, dátumot még nem tudunk, megnyílnak. Jövő év elején megnyílnak ezek a fejezetek is. De ami még fontosabb, tehát a szerb kormány elfogadott egy akciótervet, úgynevezett nagy akciótervet, és várhatólag lehet még az idén, vagy januárban elfogadja a kisebbségi akciótervet is, és ezzel kötelezettséget vállal is. Ezeket a lépéseket, konkrétumokat minden nemzeti tanácsos törvény módosítása vagy új törvény meghozatala, a részarányos foglalkoztatás valósággá tétele, különböző törvényi alapokkal, majd a gyakorlat megváltoztatása, ezekhez már hozzáfoghat az ország. Tehát attól függetlenül nekünk nem az kell legyen az alapcélunk, hogy belépjünk az EU-ba, hanem hogy már most egy modernabb országot teremtsünk. Egyelőre akkor ennyit erről a témáról. Témát váltunk. Itt van velünk a stúdióban Apróbakai Magdolna is, aki pszichológus és az Adai Szociális Központ igazgatója, és továbbra is velünk van Kovács Elvira, a parlamenti képviselő, aki egyébként női jogokkal is foglalkozik. Tehát kezdjük most azzal, hogy a november vége és december elején tartó nők elleni erőszak visszaszorítására vonatkozó
aktivizmus 16 napja milyen eredményeket hozott az idén? Igen, jó magam az emberjogi és kisebbségügyi, illetve nem egyenjogúsággal foglalkozó bizottság tagja is vagyok, tehát a szerbiai parlament ezen bizottsága igen széles körű, és valóban a november 25-e és a december 10-e közötti időszak az úgynevezett 16 napos aktivizmus ideje alatt számos eseményt szerveztünk. Hát ezek közül talán kettőt emelnék ki, az egyik, hogy a tartományi nem egyenjogúsági bizottsággal tartottunk egy közös ülést, ugyanis tehát a tartományok beszámoltak arról, hogy Vajdaságban egész más a helyzet, mint Szerbiában, ugyanis itt működik az SOS telefonhálózat, és különböző jobb gyakorlatok vannak, mint Szerbiában. Ezen túl Becskereken tartottunk egy kihelyezett ülést, ahol a nevezett becskereki modellel ismerkedhettek meg a képviselők, mert ha a családon belüli erőszak visszafékezéséről, illetve inkább megelőzéséről szeretnék beszélni, tehát ha ezzel foglalkozunk, általában azt mondják, hogy a jogi keret elfogadható, nem rossz, az alkalmazással vannak problémák, illetve a különböző intézmények együttműködésével, tehát a szociális központtól kezdve az ügyészségen keresztül egészen a bíróságig. Viszont Nagy Becskerek egy jó példa, jó modell, ugyanis ezen intézmények képviselői szinte heti szinten találkoznak, persze rendőrséget szinte elfelejtettem, tehát ezen intézmények képviselői szinte heti szinten áttárgyalják a becskereki különböző eseteket, és figyelemmel kísérik, és tehát ezt próbáljuk átvinni a többiekre is, mert annak ellenére, hogy a gyakorlatban ilyen problémák jelentkeznek, egy általános protokoll létezik, hogy az intézményeknek hogyan kellene megkönnyíteni az áldozat, hát, hogy is mondjam, élethelyzetét. Viszont éppen ez alatt a 16 nap aktivizmus alatt történt az, hogy a védelmi miniszter megsértette egy újságírónőt. És a lemondásra egyelőre még csak várni lehet. Mi a véleménye a politikusok hozzáállásáról? Hát elmondhatom, hogy a női parlamenti háló tagjaként mi azonnal reagáltunk, és persze elítéltük azt, ami történt. A többiek viszont, hát mindenki lereagálta, elég szerencsétlen volt tehát az egész történet, és hát várjuk, hogy mi történik majd az elkövetkező napokban. Egyébként azért a társadalmunk, meg hát a politikusaink körében már eljutottunk addig, hogy főleg tehát a kvótarendszernek köszönhetően, és annak köszönhetően, hogy egyre több nő van hát legalább a képviselőházban, még ha végrehajtó funkciókon nincsenek is, tisztségeken nincsenek is elegen, hogy teljesen egyenjogú partnerként néznek ránk már ma a férfiak a politika világában. Magdolna Adán, mi a helyzet? Ön az Adai Szociális Központ vezetője és pszichológus is. Mi a helyzet az erőszak kérdésében? Jó estét kívánok mindenkinek! Adán körülbelül ugyanaz a helyzet, mint a többi vajdasági, tiszamenti kisvárosban. De azt gondolom, hogy általában Szerbiában érvényes ez a dolog, hogy a nők ellen elkövetett erőszak száma növekszik, vagy csak a nyilvántartás száma növekszik. Azt nem merném állítani, hogy ezelőtt nem volt erőszak a családokban, és nem volt a nők ellen elkövetett ilyenfajta cselekmény, viszont nem foglalkozott vele ennyit a társadalom, az intézmények. Most pedig törekszünk arra, ahogy a képviselőasszony is mondta, hogy az intézmények együttműködjönek, átadják egymásnak az információt, és ilyen módon segítsük az áldozat és a hozzátartozói szociális egészségügyi védelmét. Vannak esetleg valami adatok arról, hogy a Tisza mentén vagy más vidéken, szóval mennyire függ össze a mentalitással ez a kérdés? A mentalitással mindenképpen összefügg, de elsősorban a kulturális hozzáállás és a patriarchális hozzáállás az, ami döntő a nők elleni erőszakhoz való viszonyulásban. Nagyon jelentős, hogy egy-egy családban, illetve partnerkapcsolatban hogyan állnak a munka megosztáshoz és a pénznek az elosztásához.
A mai világban ez két olyan tényező, ami kiváltja a konfliktust a partnerek között, és ez fogja befolyásolni, hogy hogyan kezelik a helyzetet, illetve milyen családi mintákat hoztak magukkal, és hogyan fogják lereagálni a kialakult kritikus helyzetet. Érdekes mód ráfigyelve pontosan az ön kérdésére, a tavalyi évben a dán kizárólagosan magyar családokból, kapcsolatokból származó hölgyek voltak az áldozatok, és az elkövetők is. Egyetlen egy roma származású hölgy volt családi erőszak, illetve a rajta elkövetett inzultus áldozata. Az idén viszont változott ez az arány, körülbelül fele magyar családokban történt, a másik fele pedig szerb, illetve vegyes családban történt. November végén egy figyelemre méltó törvényjavaslat került a parlamentbe, egyelőre még nem a parlament elé megvitatásra. Ez arra vonatkozik, hogy az erőszakoskodót vonják ki a családból, tehát a közösségből. Van-e remény arra, hogy elfogadásra kerül egy ilyen törvényjavaslat? Igen, ez mindenképp csak egy rövidke módosítás, tehát több módosítási javaslaton gondolkodik elsősorban az Igazságügyminisztérium és a civil szervezetek együttműködésével. Ma az Emberjogi és Kisebbségügyi Bizottság ülésén megbeszéltük, hogy ezen bizottságülések és más kerekasztal beszélgetések eredményeképpen a mi bizottságunk, vagy egyeztetve a kormánnyal, legkésőbb a jövő év elején benyújt egy módosítási indítványt, ugyanis Szerbia kötelezettséget vállalt még 2013. októberében, amikor ratifikált az úgynevezett isztambuli egyezményt, különböző gyakorlati problémák megoldására, mint amilyen az említett. Tehát, hogy ha az erőszakos cselekmény megtörténik, az elkövetőt kellene eltávolítani. Ez egyébként Ausztriában például így működik, és nem az áldozat az, akinek aztán biztonságos házba vagy bárhova szöknie kell. Az igazságügyminiszter ígéretet tett néhány hónappal ezelőtt, hogy Szerbia minél előbb összehangolja a teljes jogrendszerét az isztambuli egyezménnyel, és ezért bízom benne, hogy legkésőbb márciusig ez meg is történik. Adán nincsen biztonságos ház, a szociális központ tud-e segíteni valahogy az erőszak áldozatainak? Természetesen igen, miután fogadtuk az áldozatnak a bejelentését, vagy pedig a rendőrségtől kaptunk erről értesítést, esetleg az egészségháztól, akkor elmondjuk a lehetőségeket az áldozatnak, hogy mit választhat. Ugyanakkor nagyon sajnálatos ez a helyzet, hogy valóban annak kell elmenekülnie, aki bántalmazva volt, húzni magával a gyerekeit, hogyha vannak, kimozdulni abból a környezetből, ahol addig élt. Viszont hogyha a bántalmazója tulajdonában van a ház lakása, ahol éltek, akkor a mi törvényeink szerint pillanatnyilag nem is távolítható el. Van anyagi segítséget esetleg? Mert itt az előző bejátszásban hallottuk, hogy a biztonságos ház némi anyagi segítséget is ad a legtöbb esetben hölgynek, a bántalmazott hölgynek. Igen, van erre lehetőség a község hozzáállásától függően, tehát gyakorlatilag egyszeri segélyeknek, pillanatnyi segélynek, gyors segélynek nevezzük ezt a támogatást, de mindig községtől függ, hogy mennyit tudnak erre rászánni. Sőt, vannak biztonságos házak, amelyeknél, ahol napi ellátást kell fizetni. És hogyha ezzel előrukkolunk, hogy bizonyos áldozat mondjuk 30 napig 1200 dinárt kell naponta miatta fizetni, akkor tőlünk megkérdezik a községből, hogy vajon ez most hotel elszállásolás, vagy mennyire indokolt. És ezért is nagyon jó lenne, hogyha gyorsan meg lehetne állapítani azt, hogy az elkövető megérdemli-e, és ha igen, akkor azonnal legyen eltávolítva. Eddig csak olyan intézkedésekre volt lehetőség, hogy bizonyos körzetben ideig nem látogathatja, illetve nem közelítheti meg azt, aki ellen elkövetettét. És megkérdezem, hogy mit szólnak ehhez a programhoz? Én is többször hallottam már ilyen kezdeményezésekről, mondjuk Belgrádban, tehát nem tudtam, hogy Vajdaságban is van, és hát nekem ezzel nem volt tapasztalatom, de én is, mint ahogy azt hallhattuk a bejátszásban, tehát a civil szervezetektől azt hallottam, hogy sokan
újdonságnak tartsák, nem hisznek eléggé benne, én meg vagyok győződve, hogy lehet dolgozni az elkövetőkkel is, de biztos vagyok abban is, hogy a szakembereknek, a pszichológusoknak, tehát nehéz lenne ugyanannak dolgozni mondjuk az áldozattal, netán a gyerekekkel is, akik családombeli erőszak áldozatai, meg az elkövetőkkel. Tehát ez biztos külön-külön más-más embereknek kell velük dolgozniuk, de meg nem szeretném, mert Szerbiában sokszor kijátszák sokan a rendszert, tehát visszaélnek vele. Nem szeretném, ha ezt az elkövetők arra használnák, hogy elnapolják a büntetésüket, hanem valóban azért, hogy megváltozzanak. A Próbakai Magdolna? Én hiszek a lassú vízpartot most hozzáállásban, és hiszem azt, hogy lesz ennek eredménye. Tehát tudatosítani kell a felelősséget az erőszak elkövetőiben, hogy bármi történik, neki van választási lehetősége. Nem kell megverni, nem kell megölni azt, akire haragszik, fogja magát és menjen el. Az áldozatnak, vagy potenciális áldozatnak viszont azt tudom ajánlani, hogy próbálja felismerni ezeket a jeleket. Mi történhet akkor, hogyha hazajön a partner és részeg? Tehát nem kell provokálni. Ugyanakkor neki meg kell tenni azokat a lépéseket, amivel saját biztonságát tudja létrehozni.